Miss Mallard nyomoz. Készült Robert Quackenbush könyvéből. Űrutazás a rejtélybe. Írta Patrick Granlees. A Nemzetközi űrügynökség külön kívánságra Récefi Willard felügyelőt? Récefi! Dugja ide a csőrét elém! Au! Parancsol, Bivaj fejfő felügyelő. Valami rejtélyes és megmagyarázhatatlanokból kifolyólag a tejútűrközpont a Cape Loudon magát kérte fel személyesen egy fontos ügy megoldására. Engem, uram. Ez valóban ellenkezik a józanésszel. Eligazítást ott fog kapni. És Récefi, öltözön az alkalomhoz illően, és ezúttal próbálja az úszólábát a földön tartani. Számíthat rám, uram. Nem. Gondolom, ön nem tud semmit a küldetésemről. Uram, nem uram! Nénikém! Csak hogy itt vagy, Willard. Már azt hittem, sosem érsz ide. Mit csinálsz te itt? Majd elmondom, útban az ellenőrző központ felé. Ezt a rejtélyt nem fogod elhinni, Willard. Ne is mondd, nénikém. Egészen rendkívüli a dolog. Jobban nem is mondhattad volna. Willard, bemutatom Aranyszem parancsnokot, az ellenőrző központ vezetőjét. Örvendek, parancsnok úr. A parancsnok úr bizonyos, szigorúan titkos eltűnt iratok ügyében keresett meg. Azt javasoltam, hívassa ide kedvenc unokaöcsémet, hogy segítsen a gigászi nyomozásban. Remélem, elfogadja a felkérést, felügyelő úr. Ez itt ön, parancsnok úr? Nem voltam én mindig reptéri parancsnok. Akkor hagytam abba a repülést, amikor egy UFO-t véltem felfedezni. Ne nyúljon hozzá! Az a G-erő gyorsítónk. Majd később kipróbálhatja. Ez itt a büntet helyszíne, Willard. Minden úgy van, ahogy Aranyszem felügyelő találta. Számítok a szakértelmedre a bizonyítékok megtalálásában. Azon vagyok, nénikém. Tau! Erőszakos behatolásnak nincs nyoma, nénikém! Ez mi, parancsnok úr? Semmi. Csak az új űrállomásra tervezett űrruha vázlatos rajza. Szent Donald kacsa! Dr. Mandragóra biztonsági belépőkártyája. Hogy került a széfembe? Mindig mondtam, hogy Willardnek jó csőre van a szimathoz. Azt javaslom, látogassuk meg Dr. Mandragórát. Hello! Mandragóra doktor? Azt hittem, egy intelligens lény agyjelt a világűrből. Sajnálom, hogy csalódást okoztam. Récefi Willard vagyok, a svájci rendőrségtől, ő pedig itt a nénikém, Miss Mallard. Különleges küldetésben vagyunk itt. Elárulná, hogy mi ez? Földön kívüli kacsa intelligenciát keresek, hölgyem. Annak szenteltem az életemet, hogy bebizonyítsam, van kacsa élet az űrben. Sokat olvastam a témáról. Elgondolni is rendkívül izgalmas, hogy lehetséges az élet egy másik bolygón. Alig várom a napot, hogy megbizonyosodjunk róla. Ez az öné? Már mindenütt kerestem. Enélkül nem tudok bejutni az ellenőrző központ menzájára, pedig ma a kedvenc édességem lesz zöld citromos sem. Az azonosítókártyát Aranyszem parancsnok irodájában találtuk. Nem tudja, hogyan került oda. Fogalmam sincs. Én sosem megyek az ő irodájába, ő pedig sosem jön az enyémbe. Ne felejts el új láncot tenni az azonosítókártyára. A diktafonom nélkül mindent elfelejtek. Ha megbocsátanak, új üzenetet kell küldenem. Nehéz elképzelni Dr. Mandragórát, amint betörést hajt végre. Nagyon okosnak látszik.
az a dikta micsoda csuda nagy ötlet. Én is beszerzek egyet, hogyha netán támad egy ötletem, el ne felejtsem. Már nem léphetünk vissza. Végig csináljuk a tervek szerint. Ó, Miss Mallard, récefi felügyelő, nem tudtam, hogy itt vannak, bemutatom. Űrrepte réce parancsnok, a Háp and Gá űrhajó parancsnoka, na Háp! Az ön űrrandevúja az új orbitális űrállomással történelmet fog írni. Csak csapattag vagyok. De micsoda csapati? Hogy halad a munka, parancsnok úr? Minden a legnagyobb rendben van. Minden rendszer működik, két nap múlva visszaszámlálás. Akkor nem is tartjuk föl. Sok még a tennivaló a kilövés előtt. Tudja, parancsnok úr, mindig űrhajós szerettem volna lenni. Csak hogy félek a magasban. Hoppá! Ott hagytam a kézi munkatáskámat. Visszamegyek érte. Először szabotás, most meg ez. Nem hagyom, hogy csirkehimlővel fertőzze meg a legénységemet. Eltiltom a repüléstől. Tudod, nénikém, ezzel a biztonsági belépővel az ellenőrző központ bármely részére bejutottunk. Mégsem találtunk semmi bizonyítékot. Pedig itt kell lennie, Willard. Csak tarts nyitva a szemed. Hello! Emlékszik ránk? Ez nem ugyanaz az őr, Willard. Nem fér a fejembe, hogyan tudta bárki is ellopni azokat az iratokat, mikor itt szigorúbb az ellenőrzés, mint egy katonai főhadiszálláson. Ó, a G-erő gyorsító. Aranyszem parancsnok azt mondta, egyszer kipróbálhatom. Nénikém, találtam valamit! Knüttecem legyif, teketennep. Ez egy üzenet. Milyen nyelven írták? Ó, no, nekem ez kínai, Willard. Nénikém! Kapaszkodj, Willard! Mindjárt megállítom! Jaj. Elég szédületes. Nem áll minden egyenesen. Hát ez az. Tudom, mi történt az eltűnt iratokkal. Willard szerint olyan szigorú itt az ellenőrzés, hogy elképzelni se lehet, hogyan lophatták el az iratokat. És amikor azt mondta, nem áll minden egyenesen, eszembe jutott ez az elferdült kép az ön falán. A dokumentumok sosem jutottak ki az irodából. Ön zseniális, Miss Mallard. Miért lopta el a saját dokumentumait? Ez az egész csak trükk volt, amivel ide csalogatott bennünket. Azt akarta, hogy megismerjük dr. Mandragórát, és megtaláljuk a különös üzenetet. De miért? Hogy tudomást szerezzünk a földön kívüliekről. Az ismeretlen űrlényekről. Az új űrállomás nagy veszélyben van. Eddig minden a tervek szerint zajlott, ám egyszer csak szabotás történt itt az ellenőrző központban, mely miatt el kellett halasztanunk az űrhajó kilövését. Ugyanekkor a felső kacsaháti obszervatóriumunkban ezt az üzenetet fogtuk a világűrből. A fiúk a laborban kicsit lelassították. No, nébne húj! Jó, szép, jó, nősét szép, szöngyelő, pac! Marslakók! A fiúk a laborban leírták az üzenetet, de nem sikerült dekódolniuk. Mert hátulról előrefele kell olvasni, parancsnok úr. Igazam van. Állítsátok le az űrállomás építését, vagy leromboljuk. Figyelmeztettünk benneteket. Kilövetem magam az űrbe. Még az űrhajó fellövés előtt meg kell győznünk a marslakókat, hogy szándékaink békések. Ezt a titokzatos betolakodót itt látták az ellenőrző központban. A mi kezünk közül sikerült kicsúsznia, de a világ legnagyobb detektívjeit nem tudja majd kijátszani. Sok időt megspórolhattunk volna, ha rögtön elmondja az igazat, parancsnok úr. Nem tudtam, mit évő legyek, Miss Mallard. Ha a marslakók okozta szabotás miatt hívom ide, dilinyósabbnak gondolt volna, mint dr. Mandragórát. Gyere, Willard! Az űrkutatás jövője a mi kezünkben van.
Azért legyünk óvatosak, nénikém. Ki tudja, kit rejt az a marslakós jelmez? Azért, ha bárki érdeklődne felőle, eltűnt dokumentumok ügyében nyomozunk. Aranyszem parancsnok trükkje, jól jöhet még nekünk. Miféle trükk ez már megint, nénikém? A szellem trükkje, Willard. Ismerek valakit, aki talán segít megtalálni a marslakót. Willard, a jogtalan behatolásos ügyeket rendszerint megoldjuk. Gondolom, dr. Mandragóra nem bánja, ha a tudomány nevében használjuk a felszerelését. A teendőnk csupán annyi, hogy a földön kívüli keresőt egy kicsit közelebbre állítjuk, ide a ház köré. Maga mit csinál itt? No, nép, ne húj! Ez a marslakó. Az lehetetlen. Ez a hang nem a messzi űrből jött, hanem egészen közelről, valahonnan az ellenőrzőközpont területéről. Egész idáig rossz helyen kereste a marslakót. Igazunk volt dr. Mandragóra laborjával kapcsolatban. A marslakónak ott kell lennie. Ez csak egy kis lépés egy kacsának, de nagy lépés a kacsaságnak. Ez valami marslakó adóvevő. Valóban olyasminek látszik. A marslakó nem juthatott messzire. Siessünk, nénikém, nehogy elszökjön. Nos, hát a dolgok nem mindig azok, aminek látszanak. Nem látott errefelé egy svájci rendőrségi nyomozót? Asszonyom, nem asszonyom. Nagyon hálás lennék, ha teljes, kerek mondatokban válaszolna nekem. Itt mi van? Semmi, asszonyom. Ezt a labort az új űrállomás okozta, csőd miatt bezárták. Köszönöm, nagyon hálás vagyok önnek ezért. A marslakó nyom nélkül eltűnt, köddé vált. Lehet, hogy ez valami marslakó szállító berendezés. Dr. Mandragóra biztosan tudni fogja. A marslakó. Várj! Békével jövök! Várj! A marslakó elmenekül! Világítás rendben? Leszálló rendszer rendben? Ó, most megvagy! Repte parancsnok úr. Egy marslakót üldöztünk. Itt van a fedélzeten. Valószínűleg szabotálni akarja azt a feldövés. Azt mondja, marslakót? Az én űrhajómat nem bánthatja senki. Majd én elkapom. Dr. Mandragóra, mit csinál ön itt? És minek ez a lepkeháló? Azt hiszem, egy marslakót láttam, amint meg akarta rongálni az űrhajót. Megpróbáltam elkapni. 10, 9. Látott egy marslakót, amit átveszi az uralmat az űrhajó felett? De nem az én űrhajómon. Elkapom azt az átkozott marslakót. Kilövéshez felkészülni! Úgy nézem, mégis csak valóra válik az álmod, Willard, és űrhajós leszel. 1, 0. Itt a Háb Edgar űrhajó. Hallasz engem? Van egy kis gond. A marslakó tönkretette a rádiót. Magunkra vagyunk hagyatva. Tudja, dr. Mandragóra, ha megusszuk ezt a kalandot, ön világhírű lesz, mert ön élte át az első típusú kacsa találkozást. Nagyon boldog lennék, ha a mi két világunk békésen tudna egymás mellett élni. A robotpilóta összekapcsol minket az űrállomással. Az üléseket állítsák függőleges helyzetben. Milyen élvezetes repülés! Miért nem lebegünk, parancsnok úr? Az űrben nincsen gravitáció. Az űrállomás forgása saját nehézkedési erőt hoz létre. Talán az űrállomás rádióadóján tudunk beszélni a központtal. Csak óvatosan, cimbora, az az önmegsemmisítő gomb.
A kikapcsoló jelszó az Alfa Charlie Tango Tango Tango. Minden másra bum és robban. Jegyezd meg, az önmegsemmisítő jelszava Alfa Charlie Tango Tango Tango. Mik ezek a kiütések? Csirkehimlő. Bizonyára az ellenőrző központban kapta el attól az űrhajóstól. Véletlenül kihallgattam a beszélgetésüket, amikor visszamentem a szagyromért. Borzalom! Ki tudja, mi történik, ha az űrlények megfertőződnek a csirkehimlőtől? Mindenkit karanténba kell helyezni, kivéve azokat, akik már átestek a betegségen, mint én! Ki hallott már olyat, hogy egy kacsa csirkehimlőt kapjon? Te is elkaptad egészen kicsi kacsakorodban. Csodára köhögtél és tösszögtél. Én is átestem rajta, de az már nagyon régen volt. Akkor mi nem tudjuk megfertőzni a marslakót, de hát akkor... Te, dr. Mandragóra és én a saját szakállunkra vagyunk itt az űrállomáson. Hát, segítség! Dr. Mandragóra! Repte parancsnok, mi történt? Nem tudom, olyan gyorsan történt, valami fellökött. Egy marslakótól. Nénikém, a földön kívüliek elrabolták dr. Mandragórát. Repte parancsnok, készítse fel az űrhajót a földi atmoszférába való visszatérésre. Willard, átkutatjuk az űrállomást. Jaj, nem! Mi ez itt a földön? Egy marslakó maszk? A marslakók vedlenek. Nem, Willard. Ez azt bizonyítja, hogy... Nénikém! Kapaszkodj, nénikém! Megmentelek! Micsoda magasságok! El ne felejtsek kötőfonalat vásárolni, ha visszaérek a földre! Köszönöm, Willard, ez igen üdvös volt. Na lássuk, megtaláljuk-e dr. Mandragórát? Dr. Mandragóra! Hová tűnt az űrlény? Hála az égnek, hogy megtaláltak. Egy itt parkoló űrhajóval menekült el. Az űrállomás képet múlva megsemmisíti önmagát. A marslakó működésbe hozta az önmegsemmisítő szerkezetet, mielőtt elszakadt. Meneküljünk innen! Biztosra veszem, hogy valahogy ki lehet kapcsolni. Az űrállomás egy perc múlva megsemmisíti önmagát. Már nincs időm, meneküljünk! Hogy is volt az önmegsemmisítő kikapcsoló jelszava? Két tangó volt, vagy három? Kikapcsoló jelszó az Alfa Charlie Tango Tango Tango. Az önmegsemmisítő kikapcsolva. Kellemes napot! Gratulálok, nénikém! Megmentetted az űrállomást! Gratulálok, Willard! Megoldottad a rejtélyt! Repte kapitány karanténban van, de sok mindenben megerősítette a történetüket. Itt a bizonyíték a földön kívüliek létezésére. Dr. Mandragóra ezek után minden anyagi segítséget megkap a kutatásaihoz. Lárifári, a marslakó közönséges csalás. Nénikém, attól tartok, te űrbetegségben szenvedsz. Mindnyájan láttuk. Én meg attól tartok, azt láttátok, amit látni akartatok. Vagy amit valami szélhámos láttatni akart. Annyira izgatottak voltatok az űrlény létezésének lehetőségétől, hogy nem láttátok a valóságot. Eleinte úgy gondoltam, a legénység egy elégedetlen tagja, avagy egy irigy parancsnok állhat a csalás mögött, de később rájöttem az igazi indítékra, a pénzhiányra. Az űrállomás olyan sok pénzt emészt föl, hogy a kisebb kutatásokra nem jutott. Így van, dr. Mandragóra, avagy szólítsam titokzatos marslakónak? Nénikém,
Csak nem képzeled, hogy Dr. Mandragóra valóban földön kívüli? Nem, Willard. Úgy értettem, hogy a marslakót Dr. Mandragóra játszotta el mindvégig, és ön adta meg a kulcsot a bizonyítékhoz. Dr. Mandragóra megnyomta az űrállomás önnek semmisítő gombját, aztán megpróbált elmenekülni. Úgy tervezte, mi is mindannyian épségben el tudunk menekülni. Csak arra nem gondolt, hogy megpróbáljuk kikapcsolni az önmegsemmisítő szerkezetet, hogy megmentsük az űrállomást. Amikor Willard bekapcsolta Dr. Mandragóra diktafonját, hogy meghallgassa a kikapcsolás jelszavát, rájöttem, hogy már hallottam valahol azt a hangot. Akkor, amikor aranyszemparancsnok lejátszotta a marslakók üzenetét. Felvette a földön kívüliek üzenetét a diktafonjára, aztán felgyorsítva visszafelé lejátszotta. Úgy érti, Dr. Mandragóra felelős a szabotázsért. De nénikém, láttuk a földön kívülit. Sajnálom, Willard, de Dr. Mandragóra az ilyen magadfajta és aranyszemparancsnokféle hiszékeny kacsákra számítva adta be ezt a kacsát. Kis ilyen engem is lóvá tett. De észrevettem, hogy a visszafelé játszó gombot épp olyan könnyű lenyomni, mint a felvétel gombot. Dr. Mandragóra nem vette a marslakók üzeneteit, hanem ő maga küldte őket. Marslakók nélkül elvesztette a pénzét. És mi volt az a zöld iszap? Zöld citromzselé. A menza főszakácsa mutatta meg. Ez győzött meg róla, hogy valami sokkal földhöz ragadtabb dologról van szó. Dr. Mandragóra kedvenc édessége, mint tudjuk. És az űrhajó, amin menekült? Hullócsillag mindig látható az égbolton, Willard. Legközelebb igyekszem többet látni, mint amennyit látni akarok. Dr. Mandragóra, le van tartóztatva! Úgy sem tud elkapni! Harminc évnyi kutató munka azért, hogy egy bádogdobozt az űrbe bocsássak! Fel kellett volna robbantanom ezt az űrállomást, amikor alkalmam nyílt rá! Ezt még bánni fogják! Vannak intelligens kacsalények az űrben! Persze, hogy vannak. Mindig tudtam, hogy egy szélhámos. Háp, háp! Üdv az idegen bolygó lakóinak! Háp, háp! Háp, háp! Rendezte Daniel Dössel. Magyar hangok: Kovács Nóra, Lippai László, Barbinek Péter, Ulman Zsuzsa, Mics Ildikó, Katona Zoltán, Mizi György, Albert Péter, Szokol Péter. Munkatársak: Takácsi Gizella, Miklós Lívia, Vüncs Attila, Pap Zoltán, Lajtai Erzsébet, Bursi Katalin, Kis Beáta, Mihály Falvi Mihály. A szinkront a Duna Televízió megbízásából a Kis Stúdió Kft. Készítette.